Köszöntöm Önöket, a köztérben a Székesfehérvári Közszolgáltató konferenciájába tekinthetnek bele. Ma a Depónia Nonprofit Kft. És a Fehérvíz Zrt. Mutatkozik be. Számítunk figyelmükre. Felkérem Laci Péter vezérigazgatórat a Fehérvíz Zrt. Részéről. Tartsa meg ő is előadását. Nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk, hiszen 110 évesek lettünk. Ez egy nagyon nagy dolog egy társaság életében, és éppen ezért szorgalmaztam ezt az előadást, ezt a rendezvényt polgármester úrnál, és nagyon szépen köszönöm, hogy ez megértő fülekre talált, hiszen büszkék vagyunk vízműves mi voltunkra. Egy kollégámtól, egy kolléganőmtől idéznék, hogy gyakorlatilag mit jelent vízművesnek lenni. Feladatunk a legszebb tevékenységek egyike, szolgáltatni az életet jelentő ivóvizet, és a jövő számára megóvni a környezetet. Ezzel indítanám előadásomat, és egy kis történelmi áttekintéssel kezdenék. Nagyon aggódtam igazgató úr előadása során, hogy mit hagy meg nekem, hogy ne kelljen ismételni önmagam, de szerencsére azért maradt még egy-két érdekes információ a tarsajomba, és a végén egy kis vízmű szociológiáról szeretnék beszélni, hiszen vízművesnek lenni azért nem semmi dolog. Hogy alakult ki a vízmű? Én ezzel kezdenék. Az 1800-as években megjelent az igény, polgárosodás szükségessé tette, mint ahogy igazgató úr is elmondta, több megyéjogú város Dunántúlon lekörözött minket, már rég voltak vízművei, nálunk ez még csak gondolatszinten létezett. A városban volt már kvázi víziközműszolgáltatás, a meglévő kutakból facsöveken hozták be a belvárosba a vizet, és úgy tudtak hozzájutni az emberek, de hát ez messze nem ivóvíz volt. Mondták is korabeli feljegyzésben, hogy a lakosság több jóbort iszik, mint vizet, és ez találó volt ebben az időszakban. 1890-es években elkezdődtek a próbafúrások, és az Aszalvölgybe került kijelölésre az első vízbázis. Azért mondom, hogy első, mert a vízmű történelmét végig kíséri az, hogy a városban mindig elfogyott a víz, mindig kellett egy újabb projekt, mindig komoly kihívások elé állította a szolgáltatót az, hogy a város lakossága, az ipari üzemek megfelelő mennyiségű ivóvizet, illetve megfelelő kapacitású szennyvíztisztításhoz jussanak. Tehát az Aszalvölgy került kijelölésre. Az Aszalvölgy, ez a laktanyákkal szemben található a partcentertől még körülbelül 3-4 kilométerre. Egyébként ez magasabban van, mint a város. Ott az Aszalvölgy járó kavics teraszán nagyon jó minőségű és nagyon bőséges vízbázist találtak a mérnökök. És Havranek polgármester úr vezetése alatt el is kezdődtek a tervezések, amik aztán jól el is húzódtak, és 1907-ig váratott a döntést, akkor megkezdték a tervezést. . 1908-ban Sára Gyula polgármester úr már a székfoglalójába, ez is egyébként egy érdekes dolog, több polgármesternek a székfoglalójába benne volt a vízmű szükségessége, a vízmű kapacitás növelése. Az első ilyen székfoglalót a Sára Gyula mondta, aki belevágott a projektbe, ami 1,5 millió korona költségre volt satszolva, ezt 50 éves időszakra vették föl ezt a hitelt. Ebbe belegondolni is szörnyű a mai világban, 50 évre fölveszek hatalmas hitelt. Mondjuk szerencséjük volt, mert aztán a történelem hozta magát, és ez elinflálódott. 1911-ben kezdődött meg a kivitelezés, de előtte azért még voltak furfangos dolgok, itt a közgyűlésben is megbíztak egy Forbáth Imre nevű mérnököt, aki a vízmű első igazgatója volt, hogy vezényelje le a beruházást, csak aztán kiderült, hogy ez az ember már alkalmazásban van a Miskolci vízműnél, ugyanebbe a pozícióba, úgyhogy új pályázatot kellett kiírni, és ez is jelentős csúszást okozott.
De aztán 11-ben megkezdődött a kivitelezés, hétfő munkarész, hét vállalkozó, a vízvezeték, a szennyvízcsatorna, az épületek kiépítése, a villanyvezeték, a telefon, szépen minden kivitelezésnek más-más gazdája volt. Így jött létre az Aszalvölgyi vízműtelep és a Várajasori bágerház, ami egyébként látható is a dián. A kivitelezés során nagyon sok probléma volt. Sokszor nem volt elég jó minőségű a vezeték. A városban a sajtó gyakran cikkezett arról, hogy háborús csatatér az utca. Többször voltak balesetek, este az emberek beleestek a gödrökbe. Hazafelé menet. Nem tudom, hogy a jó bortól vagy a sok víztől. Erről nem tértek ki. Illetve többször volt elárasztás is a városban, a pincéket többször elárasztották. És nem voltak megfelelő minőségűek az öntött vas vezetékek. És erre például a vasútállomáson létrehoztak egy nyomáspróba berendezést, tehát a vasúti kocsiról addig ki nem pakolták a vezetékeket, amíg le nem nyomáspróbázták, hogy ez megfelelő-e. De hát ez olyan jól sikerült, hogy például 2015-ben, amikor a Kinizsi utcába volt a víziközmű rekonstrukció, ami útépítéshez volt kötve, olyan minőségű volt még az 1913-ban üzembe helyezett öntöttvas vezeték, hogy gyakorlatilag azon agyaltunk, hogy hozzányúljunk-e, vagy bent hagyjuk. Szóval megérte a fáradozásuk. Aztán 12-ben létrejött a Városi Víz és Csatorna Mű, a Zicsi Palota második emeletén 17 fővel. Hát a Zicsi Palota az, ahol most vagyunk, a második emelet pedig, ahol jelenleg a gazdasági igazgatóság foglalja el a helyét. Egészen a 40-es évekig itt volt a vízmű a városházán, utána került ki máshova. Aztán a kivitelezés csúszott, 8 havi csúszás volt, tele volt pótmunkával, ahogy ez most is tapasztalható, és 2,1 millió korona lett a kivitelezéseknek a végösszege, és 765 darab vízbekötés valósult meg a városba. Ez a mai közel 60-65 ezerhez elég kevés. Kezdeti nehézségek természetesen akadtak, átadták a vízművet, kitört a háború, akadozott a rákötési kedv, a gazdasági helyzet nem volt kedvező, az ingatlan tulajdonosokat kötelezni kellett arra, hogy rákössenek a hálózatra, de szépen lassan bőttek a rákötések, egyre többen vették igénybe, egyre többen itatták már vezetékes vízzel a jószágaikat, hiszen elég jelentős állattartás volt a városba, és ideiglenes vízszolgáltatás lett ennek a vége, ami persze annyira nem tetszett, hiszen végre van vízünk, de este 6-kor elzárták, és csak reggel 6-kor nyitották meg újra. Továbbá, ahogy gyarapodott a város, meg a kimaradt városrészek, például a vasútállomás déli részén az alsóvárosba, ott nem volt vezetékes ivóvíz, a magyar államvasutak nem járult hozzá, hogy a töltés alatt átvezessék a vízgerincet. Azt elétesült egy közműalogút, amit a mai napig használunk, ott megy át az ivóvízvezeték az alsóvárosba, illetve újonnan jön be a Sóstói vízbázisról, és ezt nagyon jól megépítették, hiszen túlélt egy háborút, egy nagyon komoly bombázást, és ez elmondható a szennyvízvezetékekre is, és az ivóvízvezetékekre is, tehát csak tisztelekhetünk elődeink kivitelezési munkái előtt. És mint mondtam, elfogyott a víz. Ez volt az első eset. 30-as évekre már akkor a probléma volt, hogy a következő polgármester, Csitári G. Emil székfoglalójába szintén a víznek a szükségességét hangsúlyozta, és szintén próbafúrások kezdődtek meg, és így jött létre a Sóstói vízbázis, amit 1932-ben átadtak. Ekkor már a 765 darabból 11.300 darab bekötés, vízbekötés volt a városban. Szépen nőtt a vízhálózat, a szennyvízelvezetés. 34-ben átadták a strandfürdőt és az uszodát, ezt megkapta a vízmű kezelésre. Egyébként ez egészen a rendszerváltásig a vízműnél is maradt kisebb-nagyobb megszakításokkal, azért is tettem ki a strandról egy képet, illetve az Árpád fürdőről.
Gyarapodott a lakosság szám, már közel 45 ezer volt Székesfehérvár lakossága, és a vízmű is kinőtte a Városháztér második emeletét, átköltözött a Prohászka útra. Aztán jött a háború, 44 őszétől már közvetlen harcok is sújtották a várost. Precíziós bombázás során a Sóstó és az Aszalvölgy is közvetlen találatot kapott. 44 őszétől 45 márciusáig nagyon nehéz volt a szolgáltatás, akadozott, de aztán szépen gyorsan helyreállították a közműveket, ami szintén nagyon jól sikerült, hiszen az Aszalvölgyi vízbázis felső tározójában olyan jól sikerült a betonozás, hogy a mai napig az egyik legjobb tározónk, amihez azóta se kellett hozzányúlni. Aztán eljött a kommunizmus, 1950-ben államosították a vízművet. Ekkor a lakosság száma meghaladta 65 ezer főt, itt állomásozott 15 ezer fő szovjet katona, és több mint 6 ezeren dolgoztak vidékről ingázva a fehérvári gyárba. Elfogyott a víz, ismét vízkorlátozások lettek bevezetve, újra el kellett kezdeni kutatni a víz után, mint ahogy ezt már megtették előtte kétszer is. Csóron találták meg a vízbázist, hiszen a városban már nem találtak olyan vízadó réteget, ami kiszolgálna egy ekkora várost. A várostól 13 kilométerre a Bakony kiváló minőségű karcvizét találták megfelelőnek, amit bevezettek a városba. És ekkor ebben az évben történt meg az, hogy a vízművet egyesítették a Fejér megyei vízműépítő és kútkarbantartó vállalattal. Tehát innentől kezdve beszélhetünk már nagy vállalatról. Aztán 61-ben kiköltöztették a várost, az addig raktárként, szertárként, istállóként használt királysori telephelyre. Ott is voltak bonyodalmak, 61 év végéig el kellett hagyni a dolgozóknak a korábbi telephelyet, viszont nem készült el a királysori, úgyhogy a városban mindenhol bérházakban voltak az irodák. Hát gondoljunk bele, hogyha az egyik osztály a másikkal akart beszélni, még nem volt Teams értekezlet, meg annyi telefon, át kellett menni egyeztetni, hogy na akkor most hogy áll az a gazdasági beszámoló mondjuk. 62-ben jött létre a megyei vízmű, ekkor 14 település, Ercsi, Mór, Bicske, Enying, Fehérvárcsurgó, Pusztaegres, Füle, Rácalmás, Belojanisz, Bodajk, Mecsér, Bakonykuti, Iszka-Szentgyörgy és Seregélyes csatlakozott a városhoz. Innentől beszélhetünk a Fejér megyei vízművek és kútépítő vállalatról. Aztán újra elfogyott a víz, 63-ban, ugyanis elkezdődött a karcvízszint alatti bauxit bányászat a Bakonyba, és gőzerővel szivattyúzták ki a vizet a hegy mélyéről, és se perc alatt újra vízkorlátozások, vízhiányok alakultak ki, és ekkor a keresés nem tartott sokáig, a DRV tulajdonában lévő Rákhegyi vízbázisról kiépítettek egy vezetéket, ennek az a neve, hogy Grav 1-es, ez még megvan a mai napig, onnan szolgáltattak vizet a városnak. Aztán persze ez is kevés lett, úgyhogy kiépítették a Graf 2-t, a Graf 3-at, és a nagyváros, a nagyipar az gyakorlatilag már a DRV-től, Kincsesbányáról kapta a vizet. Aztán kinőtte magát a szennyvíztisztító is, amiről egyébként annyit nem beszéltem az elején, hiszen az is egy nagyon fontos dolog, hiszen környezetvédelmi szempontból a szennyvíztisztítás az egyik alaplétesítmény. Annó Európában elsőként jött létre egy ilyen természetközeli szennyvíztisztító a Sóstón, ami majd természetvédelmi terület, hiszen Fehérváron, mint ahogy elhangzott Sauter vezérigazgató úrtól is, nincsen folyó, nincsen vízfolyás, és nem lehetett a szennyvizet csak úgy bevezetni valahova, hogy gyorsan dugjuk el, ne lássuk. És létrehoztak egy rácsgépházat a Váralja soron, ennek volt az a neve, hogy Bágerház, sőt a mai napig így hívják még a kollégák, és ott volt egy rácsgépház és egy elektromos szivattyú, ami a Sóstóba kitolta a szennyvizet, ott különböző derítő, ülepítő aknák voltak, és a tisztított szennyvizet a tó felszínén lévő, vagy hát a tóban lévő nád, az gondosan
felitta, kivette belőle a tápanyagot, és természetes módon megtisztította a szennyvizet. Na, ezt nőtte ki 68-ban a város, és akkor jött létre a Bakony utcában a központi, székesfehérvári központi szennyvíztisztító telep, ez akkor egy nagyon modern telepnek számított. A 70-es években dübörgött a vízmű, több mint 1100 alkalmazottja volt. Az Árpád-fürdőben, illetve a városi strandon több mint 180 ezer látogató volt ezekben az időszakokban. Sokoldalú lett a nagyvállalat, vizet palackozott, akkumulátorvizet, lágyvizet készített, kivitelezési osztálya volt, termelési osztálya volt, kútfúró osztálya volt, nagyon sokrétűen működött, mint említettem, ezek a gravitációs vízvezetékek Kincsesbányáról ebbe az időszakba épültek ki. Aztán eljött a rendszerváltozás kora, nagyon alacsonyak voltak a vízdíjak, a vízmű nagyon veszteségesen működött. Egyébként nem először működött veszteségesen, hiszen a 30-as években is voltak ilyen problémák, akkor a villanyművek segítette ki a holdingon belül a vízművet. Itt az államnak kellett kisegítenie, hiszen 1989-ben a vízi 2 forint 70 fillér volt, amint 18 forint 40 volt az állami támogatás. És ez gyakorlatilag fenntarthatatlan volt, ezért beindult egy nagyarányú létszámleépítés, több mint 250 kollégát bocsátottak el 1989-ben a vállalattól, lecsonkították ezt a rengeteg mellékszolgáltatást megszüntették, és hát egy nagyon fontos dolog volt a rendszerváltáskor, megszületett az önkormányzati törvény, ami kötelező feladatellátásként az állam helyett az önkormányzatnak rendelte a vízi közmű szolgáltatást, és a testületé lett a vízdíj árának a meghatározása. A 94-ben létrejött a részvénytársaság, 64 önkormányzat megalapítja a Fehérvíz RT-t. A következő 20 évben ebből a 64-ből már 87 önkormányzat lesz. A Fehérvíz a 300 szolgáltató közül a 10. a legnagyobb az országban. A vízmű gyakorlatilag a 2000-es években az aranykorát éri. Jó vízdíjak voltak, lehetett fejleszteni, beruházni. Komoly gépparkkal rendelkezett a társaság, közel 720 fő körüli létszámmal, minden év nyereséges volt, köszönhető ez a jó vízdíjaknak. Székesfehérvár ebben az időszakban újra minősített többségi tulajdonosa lesz a vállalatnak, hiszen több mint 75%-os tulajdonrészt szerez a társaságban. Szépen telnek ezek az évek, nekem ez volt az ifjúkorom, mindig boldogan gondolok vissza a Bakony utcai szennyvíztisztító telepi éveimre. Aztán eljött 2013 a vízi közmű törvény, befagyasztották a díjakat, bejött a rezsicsökkentés. A vízműveknél egyedül a közszolgáltatók közül a vízműveknél nincsen visszatámogatási rendszer, visszapótlási rendszer, illetve a közületnek is ugyanannyiért kell adni a vizet, mint a lakosságnak. Ez a befagyasztás megtörtént. Jött a stagnálás, a hanyatlás, folyamatos veszteséges évek, kilátástalan időszak. 2020-tól történtek jelentős átalakítások a vízműnél, újabb létszámleépítés, racionalizálások, költségalapú gazdálkodás, géppark csökkentés, komoly megszorítások. 21-ben még volt egy nyereséges éve a vízműnek, de azt láttuk akkor is, hogy ez hosszú távon nem fenntartható, hiszen fejlesztések nélkül halálra van ítélve egy közszolgáltató. 22-ben az energiahordozók drasztikus díjemelése kilátástalan helyzetbe hozta a vízművet, 23-ban már csődközeli helyzetben voltunk ismét, és ekkor megtörtént az állami integráció. Ez egyébként 2023. augusztus 4-én történt meg. A társaságunk jelenleg a Nemzeti Vízművek ZRT leányvállalata. Az integráció kapcsán jelentős támogatás, tőkerendezés történt, vállalatunk újra stabil, fejlesztéseket készítünk elő, és közös gondolkodás indult el 20 másik szolgáltatóval. Jelenleg egyébként közel 9 milliárdos az árbevételünk, több mint 90%-os az állami tulajdonrész, 76 településen szolgáltatunk ivóvizet,
56 településen a szennyvízelvezetést, és 30 darab szennyvíztisztító telepet üzemeltetünk. 595 a dolgozók létszáma jelenleg, és van víz, vannak kollégák. Mondjuk ez elég probléma egyébként, sajnos, a fluktuáció. Nagyon nehéz feladat elé állítja a vízi közműszolgáltatást, hiszen a bérek a 2013 óta tartó nehéz időszakban annyira nem emelkedtek. Nagyon nagy volt az elvándorlás, de azt tapasztaljuk, hogy egy igen kemény mag, az igazi vízművesek azok maradtak, és akiket fölveszünk, ők fluktuálódnak, ők cserélődnek. És ez a nagyon kemény mag, ez egy nagyon komoly érték. És őket próbáljuk is megőrizni. Arra törekszünk, hogy őket megbecsüljünk. Évek óta családbarát munkahely vagyunk, ügyfélszempontú a gondolkodásunk, remélem ezt önök is tapasztalják, hiszen a Fehérvíznek legtöbb esetben például vidéken van egy arca, a vidéki lakosok tudják, hogy a faluba ki a vízműves, kihez kell fordulni, és ez lehet, hogy kicsit ostinak hangzik a mai világban, de mi ezt igenis értéknek tartjuk. Nehéz utánpótlást nevelni, mi ezt komoly feladatnak, kihívásnak tekintjük. 2012 óta az országban nem volt vízműves szakmunkásképzés, nekünk sikerült már az első osztályt elballagtatnunk, és mind a 17 fő a Fehérvíznél helyezkedett el, úgyhogy mi ezt egy nagyon komoly sikernek érjük el, könyveljük el. Duális képzésben 9 fő műszaki és gazdasági szakos felsőoktatási hallgató van a társaságunknál. Azt is komoly sikernek találjuk, hogy például egy informatikus hallgató nappali tagozatról átjelentkezett levelezőre, hogy nálunk dolgozhasson. Ez komoly dolog, ezeket a dolgokat meg kell becsülnünk. Próbálunk rendszeresen megjelenni a közösségi rendezvényeken, részt venni a város vérkeringésében. Ha máshogy nem, hát a rendezvényeken ott van a tűzcsapon egy ivókút, vagy kihúzunk egy lajtoskocsit, vagy egy rendezvényre egy aggregátort. Igyekszünk továbbra is, már úgy, hogy nem vagyunk a város tulajdona, de a város vérkeringésében részt venni. Bocsánat. És van nekünk egy értékrendünk, amiről még beszélni szeretnék. Egy példát hoznék föl, egy januári példát. Móron, egy hideg januári éjszakán óriási probléma volt, megállt a vízszolgáltatás, kivonultak a kollégák, és szembesültek a probléma nagyságával, egyre több készenlétes kollega lett behívva, és azt vettük észre, hogy szépen egyre több autó áll meg a Kajmát kutaknál, ez egyébként ott van Balinka és Bodaj között, és bejöttek a kollégák, úgyhogy nem voltak készenlétbe, szabadságon voltak, otthon töltötték a munkaidejüket, és úgy gondolom, hogy ez a pajtársias légkör, ez a Fehérvíz legnagyobb értéke, és erre törekszünk, hogy ezt megtartsuk, hiszen mi erre kimondottan büszkék lehetünk. És még egy idézetet hoztam a előadásom végére, Eleanor Rooseveltől, hogy a jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében, és mi hiszünk ebben, úgyhogy boldog születésnapot Fehérvíz, köszönöm mindenkinek, hajrá, tovább együtt, köszönöm. Nagyon szépen köszönjük vezérigazgató úr előadását, hölgyeim és uraim, tisztelt megjelentek, most pedig tisztelte felkérem Steigerval Tibor urat, a Deponia Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, Miklós. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, sok szeretettel köszöntöm polgármester urat, alpolgármester urat, vezérigazgató urakat, képviselőasszonyt, igazgató urat, majdnem mindenkit köszönhetnék, azt hiszem személyesen, hiszen sokan ismerjük egymást. Engedjék meg, hogy a személyes ismeretség okán egy különösen számomra kedves
szemét is köszöntsek, Nagy György urat, akivel nagyon sokáig együtt dolgoztunk, mint egy 30 évig volt a szakmai képviseletünknek az igazgatója nyugdíjba vonulásáig. Úgyhogy köszönöm szépen, Gyuri, hogy elfogadtad a meghívást, és jó egészséget kívánunk! Féltem, hogy a konferenciánk címét az észrevétlenül a város szolgáltatásában, vagy város szolgálatában ezt valaki ellövi. Ugye a harmadiknak mindig, vagy utolsónak mindig nagyon nehéz beszélni, de nem lőtték le, úgyhogy azért mindenképpen ezzel foglalkoznék egy kicsit. Ugye főleg a hulladék kapcsán, de szerintem a másik két szolgáltatás kapcsán is felmerül az a kérdés, hogy valójában tényleg észrevétlenek vagyunk, hisz alig látszik valami a felületünkből. Viszont azt gondoljuk, hogy ha nem lennénk, akkor nagyon-nagyon gyorsan kiderülne, hogy mekkora igény van ezekre a szolgáltatásokra. És én azért örülök ennek a mai napnak, hogy bemutatkozhatunk, mert igazából most lehetőség nyílt arra, hogy azokat a felületeinket, azokat a működéseinket is bemutassuk, ki a maga módján, ami arról szól, hogy mik is vagyunk, és hogyan is végezzük a szolgáltatásainkat. Attól függetlenül, hogy észrevétlenek vagyunk, azt gondolom, hogy a működésünk az elmúlt évtizedekben is, remélem a következő időszakban is nagyon-nagyon hasznos és fontos. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, én mindenképpen szeretném kiemelni a kollégáink munkáját, és itt szeretném megköszönni az ő munkájukat, hisz egy olyan csapatként működünk, erről az előttem szólók is megemlékeztek, hogy olyan csapatként működik mindegyik társaság, ami nagyon-nagyon fontos. Persze mi kiállunk és elmondjuk az eredményeket, büszkélkedünk, dicsekszünk, aztán mögöttünk dolgoznak nagyon-nagyon sokan. Úgyhogy köszönet érte, és külön szeretném mindegyik cég díjazottjainak a gratulációt átadni, azt gondolom, hogy mindenki bizonyára megérdemelte. Fogok egy jó hosszú diasort, mint egy 30 diából állót levetíteni. Az előttem szólókhoz hasonlóan nem leszek túl gyors, viszont elég lassú, de kicsit még félreteszem. Jó, tehát még nem kezdek bele. Kollégáim, akik ismernek, tudják, hogy ha kiállok és mikrofonhoz jutok, akkor általában valami személyessel szoktam kezdeni, vagy befejezni. Most hátradőlnek, és na, a főnök most valami hosszadalmasba kezd. Így van. Azzal kapcsolatban szeretnék egy kicsit kérdést is feltenni, tehát interaktívvá tenni ezt a konferenciát, hogy talán a hulladékkal kapcsolatban nem mondok nagy túlzást, hogy ha azt mondom, hogy hát jó sok van belőle, és ez az elmúlt néhány évtizednek a terméke. Én ezt úgy gondolom, vagy úgy élem meg, hogy valamit elrontottunk. Szerintem mi emberiség, nem mi, mint cég, ezen próbálunk segíteni, de mi, mint emberiség valamit elrontottunk. Nem tudom, esetleg ezzel tenném interaktívvá ezt a kis beszédet, hogy van-e ötlet arra vonatkozóan bárkinek ilyen egyszavas bekiáltással, hogy mi lehet az, amit elrontottunk, mi az, amit úgy gondolunk, hogy hibássá tehetünk azért, hogy ennyi hulladékunk van. Nem tudom, van-e ötlet? Fogyasztás. Csomagolás. Nem hallottam. Gondolkozás. Szerintem ezek mind, de ehhez egy személyes élményt, egy személyes kis sztorit hadd meséljek el. Én egy vidéki gyerek vagyok, Székesfehérváron nőttem fel egyébként, tehát majdnem születésemtől fogva. Királykút lakónegyed, ugye leánykori nevén NOV 24, csak így rövidítettük. És a családban nekem az volt a dolgom, hogy 6-7 éves koromtól, hogy én vittem le a szemetet. Ugye akkor még ennyi idős gyerekre rá lehetett bízni, mert nem volt forgalom, tehát mehettünk. Viszont, hogy visszagondolok rá, egy ilyen 10 literes vödörbe gyűjtöttük, mint mindenki a mosogató alatt a hulladékot, és hát ebből a 4 fős háztartásból heti egyszer, maximum kétszer vittem le a szemetet. Tehát itt ugye elhangzott fogyasztás, csomagolás, stb. Ezek nagyon jó
szavak. Viszont ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy ki a hibás azért, hogy itt tartunk, ehhez a nyári szünetbe kell elmenni. Nyári szüneteimet úgy nagyjából június 8-tól augusztus 31-ig a nagyszüleimnél egy kis tolnai faluban töltöttem, és én ott találom meg a megoldást. Visszagondolok szintén nagyszüleimnél, hogyan történt a hulladékkezelés, és arra jöttem rá, hogy nem volt hulladék. Egy vidéki paraszti háztartásban a 70-es években nem volt hulladék. A biohulladék, ami ugye most nekünk nagyon megnyomorítja és megnehezíti az életünket, tehát ilyen nem létezett, hisz megették az nem keletkezett, ami mégis azt megették az állatok, csirke, kacsa, disznó, kutya, macska, ilyenek, és hát bizony csomagolás nem volt. Visszagondolok, nagyapám szerette a sört, annak is a rekeszes változatát, és hát ez ugye üvegben került forgalmazásra, ezt vissza lehetett váltani, tehát volt visszaváltás. Alig vásároltak, alig keletkezett ezáltal hulladék, mondjuk a kenyeret, amit nagyanyám vásárolt minden nap a boltban, azt egy ilyen sejempapírban adták oda, azt követően ő ezt ablakpucoláshoz nagyon remekül használta, majd amikor ez megszáradt, akkor gyújtósnak nagyon jó volt. Ugye fahulladék egyértelmű, minden a kályhába ment, fémhulladék az ismeretlen volt, tejet ugye, ha vásároltak el, még én is jártam csarnokba, kis kannával, mindenki emlékszik biztos, hogy így pörgettük a kannát, és nem ment ki belőle a víz, a fizikát is már akkor megismertük. Úgyhogy ez tök jó volt egészen addig, amíg nem kezdték el a boltokban forgalmazni a tejet. És megjelent a mi hibásunk, a teljes zacskó. Úgyhogy szerintem a teljes zacskó a hibás mindenért, hogy itt ülünk és erről beszélünk, és egyáltalán ez a téma itt terítékre kerül. Úgyhogy szerintem hibáztassuk együtt a teljes zacskót, amelynek felfutása, ugye műanyag csomagolások, egyéb irdatlan mennyiségű csomagolás, itt egy számadatot mondanék, évente több mint 1 millió tonna, 1,2 millió tonna csomagolást bocsátunk ki csak Magyarországon. Irdatlan mennyiség az, ami az életünket, én azt gondolom, hogy egyébként nem javítja, sokkal inkább megkeseríti és nehézzé teszi. Tehát azt gondolom, hogy itt a kis rövid sztorinak a végén, hosszú sztorinak a végén, hogy elődeink mindent kitaláltak. Tehát ugye azok a hívószavak, amikről ők nem beszéltek, csak cselekedtek, mi beszélünk és sokkal kevésbé cselekszünk, azok akkor is már megvoltak. Megvolt a újrahasználat, beszéltem róla újrahasznosítás, beszéltem róla hulladék csökkentés, az a jó hulladék, hasonlóan, amit Ákos is elmondott, az a jó az energia kapcsán, az a jó hulladék, ami meg sem keletkezik, vagy meg sem termelődik. Tehát ezt ők mind-mind tudták, úgyhogy én mindenkit arra szeretnék invitálni és ösztönözni, hogy az elődöktől tanuljunk, és tegyük azt, amit ők is tettek. És most megfogom ezt a kis bigyót. Hulladékkezelés a Deponia Nonprofit Kft-nél nem csak hulladékkezelésről fogok beszélni. És itt az elejét fel is gyorsítanám, mert igazgató úr volt oly szíves majdnem az egészet elmondani, sőt ennél sokkal többet, illetve szeretném megköszönni a két vezérigazgató úr hozzá vagy beszédét is, mert nem tudom, észrevették-e, hogy végig a hulladékról beszéltek. Úgyhogy köszönöm szépen, ők is segítettek az előadás megtartásában. Ugye hulladék 70-es években is alig volt, hát még a korábbi időszakban, de azért volt, és az megkeserítette az életet. Ugye, ahogy igazgató úr elmondta, a házak udvarán halmozták fel, majd azt követően az 1800-as években már azért kezdett ez a hulladék útba lenni, és akkor úgy gondolták, hogy ezt el kéne távolítani. Pesten volt az első ma felelhetően írásos rendelet, ami már utasított valamire, és azt mondta, hogy na, elég volt a szemetelésből. Lakosságot arra utasították, hogy szállítsák el a hulladékot, és
tilos volt a udvaron felhalmozni. Hát azért ez egy kezdetleges módszer, kíváncsi vagyok, hogy milyen sikerrel járt. Itt a más szakmákból hallottuk, hogy voltak sikertelenségek, én azért gyanítom, hogy nagyjából ez is az lehetett. Gépesítés, ugye kezdetben a gépesítés az ló volt. Nagyon érdekes Sörháztér, mindenki ismeri, egy évvel ezelőtt költöztünk ki onnan Csalára, de egészen addig használtuk a sörháztéri telephelyünket. A szállítás, kollégáim, a megmondhatói épülete, az egy olyan épület, amit 2022 végéig használtunk, ami egyébként még egy lóistállóból került átalakításra. Hát itt a múlt és a jelen meg a jövő egészen összefonódott. Aztán utána a gépesítés következett, Csepel, mindenki által ismert ikonikus gépek. Múlt felépítményű gépek, Gyurira nézek, micsoda dicső múlt, amikor ezek megjelentek, először félpormentes, majd pormentes, ezek ilyen szakmai kifejezések, aztán megjelentek a külföldi gépjárművek, ezek valamikor a 70-es évek derekán történtek. És ez már történelem Székesfehérváron. Kezdetben 5 szemetes kocsi, akkor így hívtuk, ma kukásautónak, vagy hulladékgyűjtő és szállító célgép, ugye minél tovább megyünk az időben, annál hosszabb neveket adunk. Végezte a szállítást, igazgató úr is említést tett, Almási Ferenc vállalkozása, tehát kezdetben ez magánalapon indult, és utána 1920-ban történt az, hogy a város átvette a házi szemét fuvarozását. Tehát én azt gondolom, hogy igazából az intézményesített hulladék, gyűjtés, szállítás, kezelést ettől az időponttól érdemes számolni. Úgyhogy hasonló egyébként, ha így vesszük a korunk, mint az előttem szóló két cégvezető cége. Rövid cégtörténet, itt már a 4 képből 3 képet a Sörháztérről látunk. Én még emlékszem arra a szürke legfelső képre, amikor oldalt volt, még nem volt ott ügyfélszolgálat, tehát volt azért itt egy komoly változás az elmúlt években azon a telephelyen is. 1949-ben kezdődött el az azt megelőző hivatali működést követően a vállalati formában történő működés. A székomra szerintem már talán mindenki emlékszik, ugye ez KFT-ként alakult 1993-ban, amikor ugye általában jellemző volt, hogy a vállalatokat átalakították KFT-ké, gazdasági társaságokká, tehát innen indult ez a forma. 2001-ben alakult a Depónia, amely ugye jelenleg is működik. Én nem szívesen emlékszem vissza arra az időszakra, elég zűrös időszak volt a társaság életében. A székon beolvadt 2012-ben a Depóniába, is nagyon érdekes, következő évben kivált belőle egy másik. Ez mutatja azért a szakmánk, hát hogy mondjam, zűrösségét, talán így lehet legjobban kifejezni. És 2014-től működési formát váltott a Depónia, non-profit KFT-ként kezdett el működni, jogszabályi kötelezés kapcsán. Aztán a háttérintézményeknél is rengeteg változás volt, még én emlékszem a koordináló szervezetekre valamikor a 2000-es évek elején, aztán utána jött egy országos hulladékgazdálkodási ügynökség, aki szervezte a munkánkat. Aztán 2016-ban megalakult az NHKV ZRT, ugye erre már talán mindenki emlékszik, hisz most június 30-ig a számlázás is részükről zajlott. És a legnagyobb, azt gondolom a legeslegnagyobb változás az elmúlt 100 évben, az pont ez év július 1-től látható, tapasztalható, érzékelhető, kinek hogy. Amikor is az állam átvette a közszolgáltatási feladatokat az önkormányzatoktól, tehát már nem önkormányzati feladat, hanem állami, és ettől az idő pillanattól kezdve átadta koncesszióban, lényegében mondhatjuk, hogy magánkézbe, tehát az állami hulladékgazdálkodási közfeladat koncessziós működése indult el. Ez egy 35 éves időszak. Én azt remélem, hogy ez a 35 éves időszak egy kicsit kevésbé lesz terhelt, mint az elmúlt 100 év, de legalábbis az elmúlt 20. De azért még szerintem vannak megoldandó feladatok, tehát vár ránk egy-két dolog.
szerencsések voltunk, vagy ügyesek, vagy jók, elég nagy szeletet sikerült ebből az új rendszerből kihasítanunk, hisz Észak-Dunántúli régió koordinátorként működhetünk, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos funkció, és egy nagyon nagy szervezőerő, ami a kezünkbe került. Június 30-ig azokon a sok kis kék ponttal jelzött, vagy nyilacskákkal, vagy zászlóskákkal jelzett területeken voltunk közszolgáltatók. Azonban július 1-től ez változott, de leginkább 2024. január 1-től. A térképet, ha nézzük, vagy nézik, ez az Észak-Dunántúli régió, a zöld terület, ahol mi helyezkedünk el a győri, illetve a tatabányai céggel konzorciumban. Ugye az előbb mondtam, 66 településünk volt eddig, januártól 240 településen leszünk szolgáltatók. 330 ezer embert láttunk el, és látunk el egyébként még ebben az évben, januártól 600 ezer fölötti lesz az ellátotti létszámunk. Szerintem a számok magukért beszélnek, ezek irdatlan változások. Igyekszünk, azt gondolom, hogy megfelelni a feladatnak, rettentően nehéz. A fő tevékenységeink, amiket szerintem már mindenki ismer, de kicsit gyorsítani fogok, hulladékszállítás, hulladéklerakó üzemeltetés, reméljük egyre kisebb arányban és egyre nagyobb arányban hulladékkezelés, hulladékudvarok üzemeltetése, és amit mi nagyon-nagyon fontosnak tartunk, környezettudatos életmódra, életre történő szemléletformálás. Ez egy fontos feladatunk. A társaságunk célja, küldetése, körforgásos gazdaság támogatása, ugye ez egy új európai cél, jellemzően mi is már az európai szabályok szerint igyekszünk működni, dolgozni és annak megfelelni. Fontos, nagyon-nagyon fontos a mi szintünkön is, az ingatlan használók szintjén is a képződő hulladék mennyiségének a csökkentése, illetve itt szeretnék két nagyon-nagyon fontos számra szeretném felhívni a figyelmet, ami lényegében azt gondolom az egész szakmának a mérőszáma. Ez a 65, illetve 10%-os mérőszámok. 2030-ra elképzelhető, hogy ebben lesz 5 év csúszás, vagy csúsztatási lehetőség. A lakosságtól gyűjtött hulladéknak a 65%-át hasznosítani kell. Ez egy borzalmasan nagy arány. Európában sem nagyon, vagy csak nagyon kevesen tudják jelenleg ezt teljesíteni. Hol tartunk Magyarországon? Jelenleg 32%-nál tartunk, felénél sem. És ugye az utolsó százalékpontok teljesítése az mindig egy meglehetősen nehéz feladat. A másik nagyon fontos szám, ami nem, hasonlóan nem könnyű, a hulladék lerakásra kerülő hulladék arányát 10% alá kell csökkenteni. Erre is gyenge 10 év áll, vagy még annyi sem rendelkezésünkre. Hol tartunk ebben? Magyarország most olyan 50% tájékán tart. A cégünk is kicsit talán az országos átlag alatt vagyunk néhány százalékkal. De azért, hogy van remény, azért azt is hozzá kell tennem, hogy 5-6 évvel ezelőtt ez a szám még 80% volt a mi esetünkben. Ehhez képest vagyunk most néhány évvel később 50 alatt, tehát nem mondom, hogy reménytelen a helyzet, de azért ez egy nagyon-nagyon nehéz lesz. Szemléletformáló tevékenységről néhány gondolatot mondtam. A társaságunk számokban, és itt erre a nagyon cuki képre szeretném felhívni a figyelmet, ugye ez hasonlókat láttunk itt a Covid tájékán, kollégáink kiterítve, kukásautó felülről, kukák kiterítve, tehát a hulladék szállításhoz szükséges személyek, eszközök, tárgyak kiterítve ott láthatók. De 3 telephelyen, 7 hulladékudvarban dolgozunk, 9 helyen adunk különböző városokban ügyfélszolgálatot, 50 kukásautó áll rendelkezésünkre, konténerautók, munkagépek. 22 év tapasztalat, mint depónia, igen, de én azt hiszem, hogy ennél sokkal-sokkal több az, ami felhalmozódott. Illetve az a közel 300 munkavállaló is már, hogyha a külsős munkavállalóinkat nézzük, akik nálunk dolgoznak, akkor inkább 350 az a létszám, aki ebben az ágazatban nálunk dolgozik. És ugye ezek a számok a jelenlegiek,
ez jelentős mértékben fog januártól mindegyik változni. A hulladékszállítás, ezek a képek szerintem mindenki életéből ismertek. Minden nap megjelenünk valahol, és szállítjuk a települési vegyes hulladékot. Elkülönítetten gyűjtött hulladékokra egyre nagyobb szerep hárul, és egyre inkább úgy gondoljuk, meg úgy tudjuk, hogy ezekre szükség van. Papír, műanyag, fém, hulladékok gyűjtése, üveghulladékok külön gyűjtése, zöld hulladék, egyre nagyobb igény van rá, és egyre nagyobb mennyiséget is gyűjtünk, és egyre nagyobb szerepe lesz. Székesfehérváron a sütőolajgyűjtés, ami egy újszerű dolog, és azt gondolom, hogy fontos az életünkben. Hulladékkezelés. Egy 20-25 évvel ezelőtt arról szólt a hulladékgazdálkodás, hogy védj egy kukásautót, egy sofőrt, két rakodót, és ásd el a hulladékot. Talán valamelyik vezérigazgató úr is erre utalt. Azért ez ma már ennél jóval összetettebb kérdés. Nyilván a hulladék gyűjtés szállítása nagyon nagy szerep hárul. Ők a mi front embereink, tehát ott nagyon-nagyon jól kell működnünk és szerepelnünk. De bizony azt is el kell mondanunk, hogy a hulladék kezelése egyre nagyobb a teher, és egyre nagyobb a szerepe a cégünk életében. Ugye ez jelenleg legnagyobb mértékben a csalai hulladékkezelő telepen valósul meg. Van egy hulladék lerakónk, amiről ugye az előbb beszéltem, hogy ezt azért jól vissza kéne szorítani, attól függetlenül azt elmondhatom, hogy a világ minden területén van, Svédországban is van, Egyesült Államokban is van. A cél az, hogy ez a szükséges rossz, ez minél kisebb arányt képviseljen az életünkben, úgyhogy hulladék lerakóra szükség van, és szerintem egy 10, nagyjából 8-10 év múlva a Székesfehérvárit bővíteni is kell, és arra is szükség lesz majd. Ezt csak azért tettük ki ezt a képet, mert nagy vagy ábrát, mert nagyon-nagyon érdekes. A részletek nem is fontosak annyira. Ez a vegyes hulladék hogy néz ki ma? Hát Magyarországon, Fehérváron nagy különbség nincs egyébként. Ha megnézzük, vagy higgyék el, a részletekből az derül ki, hogy valójában, ha jól gyűjtenénk, már azzal el tudnánk érni a 10%-os arányt, és a 65%-os arányt is. Szerintem ez egy ilyen nagyon... Sokat kellene ízlelni ezt mindenkinek, ezt az információt, mert ez a háztartásokban már eldőlhetne. És sajnos nagyon-nagyon messze vagyunk ettől, és azt gondolom, hogy ha arra várunk, hogy gyűjtés során eldőljön ez a dolog, akkor lehet, hogy csalódni fogunk, úgyhogy mi dolgozni fogunk azon, hogy ne csak a gyűjtés legyen jobb, de nyilván azon is, hogy az jobb legyen. Hulladék mennyiségek. Hol tartunk most? Itt a végén még egy kis egyebek hiányzik az ábráról, ez 2-3 ezer tonna, tehát az a mi életünkben nem olyan nagy dolog. 2022-ben 113 ezer tonna hulladékot gyűjtöttünk, ez valami eszméletlen mennyiség, ezt én azt gondolom, hogy talán mindenki gondolhatja, majd az előbb egy, vagy következőkben egy kis ábrával azt szemléltetjük is. És azért, hogy ha az arányokat nézzük, ebből 82 ezer tonnát még mindig vegyes hulladékként gyűjtünk össze. És az a 10-20-valahány ezer tonna, amit szelektív, meg zöld hulladék, meg még a lomot, ha ide vesszük, akkor mondjuk 25 ezer tonna mondjuk nagyjából, ami egyéb, tehát elkülönített hulladékként jön be, amivel tudunk mit kezdeni, mint hulladék hasznosítás. Ugyanezek ugye mellette székesfehérvári adatok, nagyban az arányok én azt gondolom, hogy egyébként nem különböznek. Szelektív hulladékválogatás, ugye életünkben nagyon-nagyon fontos, polgármester úrral kétszer már voltunk, én invitálnám, meg már meg is tettem korábban is az új hulladékválogatóba is, hogy legyünk harmadszor is. Én biztos vagyok benne, hogy el fogja fogadni a meghívást. Szerintem nagyon-nagyon tanulságos. Ez a régi hulladékválogatónk, azért, ha az első képre nézünk, akkor azért ott látjuk, hogy van még egy-két olyan pitty-putty, ami nem odavaló. Ez volt a közelmúlt, ez a típusú válogatásunk, amikor csak kézzel válogattunk, ez 2023. április 30-al mondhatjuk azt, hogy megszűnt, és új utakra léptünk, új létesítményünk van, ami egy társulási összefogásból a Közép-Dunavidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás révén valósult meg, ugye 143 valami ilyesmi önkormányzat összefogásából van.
elég sok minden fejlesztésünk volt, gépjárművek, hulladékgyűjtőeszközök, hulladékkezelőeszközök és két olyan új válogató csarnok, ami révén jelentősen jobbak tudunk lenni. Baloldalt azon a képen látható a szelektív hulladék, így messziről ránézve is volna mit még azon finomítani. És az új válogató. Ugye az előző válogatónál csak annyit láttunk, hogy szorgos kezek szedegetik a hulladékot. Az új válogató az már nagyobb mértékben gépi, és kisebb mértékben kézi utóválogatással működik. Mindenkit szívesen invitálok. Aki eddig nálunk járt, szerintem mindenki csodát látott, és olyan létesítmény halmazt, amiről el sem tudja, korábban el sem tudta képzelni, hogy ilyen lehet ma a hulladékgazdálkodás. De a régi válogatóban kézzel 3800 tonna hulladékot válogattunk évente szelektívből, az új válogatóban 15000 tonnát fogunk tudni válogatni. Kicsit több létszámmal, de sokszoros a mennyiséget, mint a korábbi időszakban. Ugye vegyesen gyűjtjük a szelektív hulladékot, erre sokan rákérdeznek, hogy miért van így, azért, mert ilyen a válogatónk. Viszont a kimenet az már 10 féle hasznosításra kerülő anyag. Most fel fogom gyorsítani, látjuk az első képen PET palackok külön gyűjtve így néznek ki, színre válogatva. Egyébként elmondom, hogy gép által színre válogatva, tehát nem szorgos kezek, hanem gép. Műanyagbálák, egyéb fólia, hullámkarton, mágneshezhető fém, a következő a nem mágneshezhető fémek, jellemzően alumínium dobozok, amik kijönnek a rendszerből, italos kartonok, ugye ezek a tetrapak jellemzően, vegyes papír, ugye ezek azok a mennyiség, ezek azok a frakciók, amik kijönnek a szelektív gyűjtésből, ezeket külön válogatjuk, és mind az összes hasznosításra kerül. Focipályával szoktunk ilyen adatokat érzékeltetni, hogyha az éves mennyiségünket szelektív hulladékből, amit gyűjtünk egy focipályára, nem mondom, hogy sóstóra, egy kisebbre felöntenénk, akkor ez 2,5 méter magasan a szelektív elborítana a pályát. Hogyha mondjuk ezt összes hulladék tekintetében nézzük, akkor 10-szerese, tehát 25 méter magas és egy focipálya alapterületen lenne az a kocka, vagy az a téglatest, amit mi összehordunk évente. Én szerintem ez így elég szemléletes. Ami nagyon fontos, hogy ez a 15000 tonna összegyűjtött szelektív hulladéknak, mint azt mondom, hogy sajnos csak és mindösszesen 62,5%-a a mi számaink szerint, ami hasznosítható, 37,5%, ami hulladék, ami egyébként nem kellene, hogy oda kerüljön. Tehát itt fontos, és fel kell hívjam a figyelmet a mennyiségi szemlélet mellett a minőségi szemléletre. Igenis, a hulladéknak is van minősége, és ezen nagyon-nagyon nagy mértékben javítanunk kell. Zöld hulladékról tettem említést, nagyon jelentős az életünkben, és fokozódik a szerepe. Nagyon sok zöldet gyűjtünk. Csalai telepünkön 7000 tonna zöld hulladékot komposztálunk, és forgalmazunk. Itt az utolsó képen látszik zsákos formában is, egyébként ömlesztve is. És nagyon-nagyon örvendetes, most már több ezer tonna az a mennyiség, amit éves szinten értékesítünk egyébként komposztot, és az a visszajelzés érkezik, hogy nagyon-nagyon jó minőségű talajerő utánpótlás, úgyhogy erre mindenkit biztatnék, hogy használja. Jövőkép. Van ilyenünk. Szerencsére ebből a szempontból egy olyan rendszer indult el, amiben 35 évben lehet és kell gondolkodnunk, úgyhogy nekünk nyilvánvalóan az a legfontosabb jövőképünk és célunk, hogy ebben az új koncessziós rendszerben hosszú távon fejlődve minél nagyobb arányban tudjunk működni. Természetesen az eredményesség az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mindkét társaságunk az elmúlt 10 évben minden évben nyereséges volt. Én azt gondolom, polgármester úr akkor is bólogat, amikor azt mondjuk, hogy tulajdonos is ezt várja tőlünk, teljesen joggal, hogy ez így legyen, illetve nyilván fejlesztéseket is csak ezekből lehet megvalósítani. Ahol nincs eredmény, ott nincs fejlesztés. Hát az elmúlt néhány év viharai során kialakult valami társasági forma, meg valami fajta felállás. Én azt gondolom, hogy ezt nekünk mindenképpen racionalizálnunk kell, és át kell gondolnunk, ez is egy fontos dolog. Illetve az a 10-65%-os arány, amit az előbb mondtam, is beszéltem róla, ennek az elérése azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb szakmai cél.
Kolléganőm gyűjtötte Budai Dóra, köszönöm a segítséget, ha említsem meg, és az összeállítás is ő végezte. Azt az idézetet, hogy te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban. Azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet. Úgyhogy kérem, ezt mindenki tartsa be. Köszönöm szépen a figyelmet, minden jót kívánok! Kedves nézőink, a köztérben a székesfehérvári közszolgáltatók konferenciájába tekinthettek be, megismerhették a Deponia Nonprofit Kft-t és a Fehérvíz Zrt-t. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!